A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfo nézőit. Az előző héten a búza aratásáról, legfontosabb kenyérgabonánk aratása ugyebár befejeződött, mennyiségéről és minőségéről, illetve a vízgazdálkodás legfontosabb kérdéseiről esett szó. Ma pedig kukorica napraforgó van a terítéken, és emellett természetesen szó kell, hogy essék a kenyéráráról is, hiszen riasztó híreket kapunk. Vendégem pedig Zászlós Tibor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke. Tisztelettel köszöntöm. Jó estét mindenkinek. Nos, hát a búzán sajnos, ugye már megbeszéltük, hogy gyenge volt a mennyiség, a minőség talán nem, illetve hát itt Fejér megyére vonatkoztatva is gyengébb volt a termés átlag, viszont a délen, illetve a Dunától keletre szörnyű volt a helyzet. És hát az asszály folytatódik. És kell, hogy beszéljünk legfontosabb takarmánynövényünk, a kukorica, illetve a napraforgó állapotáról, hiszen tudjuk, hogy a napraforgó olaj már most is nagy hullámokat kavar, ver az árváltozások okán, a hiánya okán egyéb iránt, a kukorica pedig még fontosabb, ha úgy tetszik. Az asszály milyen hatással volt erre a két haszonnövényünkre? Sajnálatos módon a asszály nem kímélte a napraforgót sem, pedig tudjuk jól, hogy idézőjelben egy szárazságtűrő növényről van szó, és a gazdák ezért is szerették és szeretik, mert a évközben esetlegesen előforduló aridabb viszonyokat jól tolerálja és tűri. A magbeépüléssel van gond, ez a szárazság nagy valószínűség szerint a tányérok közepén elég sok léha szemet fog keletkeztetni, és bizony a termés átlagok e tekintetben is messze el fognak maradni az előző évek átlagától. Ha valamennyire eső jön, akkor a szemkiteljesedés az még valamennyit fog tudni javulni. Nyilván ez az olajkihozatalt sem javítja ebbe a pillanatba, és mivel a szomszédunkba a világ egyik legnagyobb napraforgó termelő részén, ugye Ukrajnában háború van, bizony a import lehetőségek sem fognak bővelkedni, tehát ki kell mondani, hogy a napraforgó olaj ára nagy valószínűség szerint messze nem fog csökkenni, ha inkább predesztinálni kell a további áremelkedést adott esetben, ha csak valami csoda nem történik. Nyilván ebbe a háború gyors befejezésétől kezdve a nagy mennyiségű csapadék is beleszólhat, de hát az előrejelzések egyik esetben sem a pozitív szenáriót jelzik, de hát ne legyen így, hogy az előjelzések igazak, hanem változzon jó értelemben a helyzet. Igen, a kukoricát szeretném mondani, hogy az elmúlt héten ott voltunk az Aranybulla ZRT, elkezdte silózni a kukoricát, jóval korábban, mint ami általában megszokott, és ott Szabó Gábor, a növénytermesztési ágazatvezetővel beszélgettünk, és azt mondta, hogy ez a silózás, ez tulajdonképpen egy pótcselekvés, mert hogy tartalmi oldalról nagyon rossz állapotban van a kukorica már most. Holott ennek a silózásnak még hetekkel később kellett volna megtörténnie. Igen, szó szerint azt kell mondani, hogy a most bekövetkezett silózások, ezek kármentések. Kármentések a szó jó értelmébe, arra vonatkozóan, hogy a állattenyésztő gazdák hozzájussanak valamilyen szintű tömegtakarmányhoz, és ebbe az Agrárgazdasági Kamara is szerepet vállalt, hogy azokon a területeken, ahol a kukorica termés átlagának a kiesése eléri a 90-100, bizonyos esetekben a 100%-ot, ott
ha a gazda jelzi, akkor megpróbáljuk összehozni azokat a kapcsolatokat, ahol ilyen kármentéses silózás van, hogy az oda kerüljön szállításra, amit az elmúlt alkalommal is említettem, hogy támogatás van rá a szállítás és költségek megtérítése vonatkozásába. Tehát bizony a kukoricának a termés kiesése olyan nagyságrendű lesz, hogy az előrejelzések alapján kevesebb kukorica fog teremni az országban, mint búza, tehát mint a kalászosok közül a búza. Ez azt jelenti, hogy 3000 tonna, 3 millió tonna, bocsánat, körüli lesz az a mennyiség, ami kukoricából várhatóan bejön, és ez bizony nem fedezi, akárhogy is nézzük, nem fedezi azt a szükségletet, ami takarmány oldalról, a meglévő állattenyésztés vonatkozásában messze nem fedezi a bioetanol gyáraknak a szükségletét. Tehát a kukorica árába ez magasan ebbe a pillanatban megmutatkozik, tehát kukoricát mindenképpen kell majd kormányzati szinten valamely országból, hát a valamely országot az nagyon nem kell nézegetni, mert ezt Ukrajna lehet behozni, hogy országnak a kukoricával volt takarmány szükséglete, a feldolgozás során vonatkozó szükséglete biztosítva legyen. Itt ezek a nagy etanolgyárak egyébként is már közvetlenül kapcsolatokat létesítenek, és hát természetesen nem véletlenül volt Nagy István miniszter úr kint Ukrajnába, hogy ezeket a tranzitszállításokat és a mi importunkat mindenképpen rögzítse és biztosítsa. Tehát ebéli nem csak törekvések, hanem konkrét intézkedések és szerződések vannak az ukrán félre. Tarthatunk attól, hogy ez tovább gyűrűzik, tovább gördül, tekintve, hogy a tejárakra is oltatlanul is hatással, és a húsárakra is hatással lesz. Hiszen a takarmány, legfontosabb takarmány növényünkről beszélünk. Arról nem beszélve, hogy az input anyagok ára is megdrágult jelentősen. Hát azt kell mondani, hogy ez attól függ, hogy természetesen milyen áron lehet importálni kukoricát, mert egy import kukorica adott esetben csökkentheti is a rendkívül erőteljesen növekvő kukorica árat, hiszen tudjuk, hogy a kukorica most már szó szerint az egeket csapkodja más értelemben, ugye minden idők legnagyobb áraival szolgál a piacon. Ezt ugye még erősíti ez a hiány, ami jelenleg Magyarországon megtörténik, tehát egy kiegyenlítő hatást is elérhet, de ne legyünk túlzottan optimisták, azok az árak soha nem fognak ebbe a közeljövőbe visszajönni, amik voltak akár kukorica vonatkozásában, akár a különféle gabonafélékből készült késztermékek vonatkozásában sem, hiszen az energiaárak is, és hát az alapanyagárak is olyan nagymértékű növekedésben vannak világszerte, hogy ez az inflatorikus hatás a végtermékben egyértelműen meg fog jelenni, de hát erre egyértelmű példa különféle húsfélék, a tojás, annak a dinamikus emelkedése, nyilván ebben benne van a tej is, és hát a kenyér is. Akárhonnan közelítjük meg, bizony ezt a hullámmozgást azért kellő toleranciával és figyelemmel kell kísérni, hiszen kenyér vonatkozásában is jelennek meg az interneten is, hogy 4000 forint egy kiló kenyér. Csak oda van írva, hogy őskovásszal, kézműves kenyérként, stb. Stb. Tehát ne ezt nézzük a alapellátásba, a különleges kenyereket, mert a különleges kenyerek nyilván, hogy más árral vannak, és egy kézműves terméknek nincs felső ára, ha úgy tetszik, hogyha valaki azt meg akarja, vagy meg tudja venni. De nézzük mindig a hagyományos félbarna kenyeret, aminek a
az a limitáló ára, ami persze emelkedik, de hát az még mindig azért elérhető. Természetesen Pékáróba is szinte árérzéketlenek a kis termékek, amire főleg, hogyha odaírják, hogy fitness, különféle vitaminokkal dúsított, és hát különféle olyan jelzőket, ami nyilvánvaló többletköltséget jelent, és aki ezt akarja megvenni, annak az ára megint más, mint egy hagyományos alapterméknek, ami azt jelenti, hogy vajas kifli, vizes zsemle és félbarna kenyér. Tehát ezek azok az alaptermékek, akiknek az árai mérvadók, és ezeket kell nézni. Nyilván az is igaz, hogy a boltok nem mindegyike, és hát nyilvánvaló a pékségek egy része sem az alaptermékekre specializálódik, hiszen a többi terméknek a ára magasabb tud lenni, és hát árérzéketlenebb bizonyos értelemben. De akárhogy is nézzük, a végtermékek ára emelkedett, emelkedni is fog. Most azon elgondolkodhatunk, hogy hány kiló ilyen jellegű kenyeret fogyasztunk egy évbe, és annak mennyi a napi költségnövekedése, mert meglepően alacsony számokat kapnánk, de azért, mert nem vagyunk hajlandók félbarna kenyeret enni, hát nyilván az elmúlt időszaknak a bizonyos pozitív változásai ettől elszokadtak bennünket, de ha azt nézzük, hogy különféle üdítőitalból, külön-külön sörből messze többet fogyasztunk, mint az egészséges tejből, akkor itt azért mindig meg szoktam kérdezni, hogy igen, emelkedik a tejára, de ki foglalkozik azzal, hogy az elmúlt időszakban mondjuk egy Coca-Cola termék, teljesen mindegy, hogy melyik az elmúlt években mennyit emelkedett. Nos, két dologban reménykedhetünk, ahogy megköszönöm önnek, hogy megtisztelt bennünket. Az egyik, hogy eső, add már uram az esőt, nem gondoltam, hogy ezt fogom majd valamikor is mondani. A másik pedig mindenképpen, hogy érjen véget mielőbb az orosz-ukrán háború, hiszen az energiaválság is jelentősen megnehezíti az agrárgazdák sorsát. Úgyhogy bizakodóak vagyunk, bár nem látjuk még a végét, azért tegyük hozzá. Igen, sajnálatos módon azt ki kell mondanunk, hogy a béke a alapvető záloga a gazdásznak abba, hogy eredményesen tudjon termelni valamennyünk örömére. Köszönöm szépen. Kedves nézőink, mi pedig folytatjuk az Agrárinfót. Háromnapos mézünneppel köszöntötték Székesfehérváron a királyi napokat. Az eseményen itt volt az ország valamennyi szegletéből érkezett mézlovagrendek sora is. A királyi napok keretében az ünnepség sorozat első napjától az országzászló térre várja a magyar méhésztársadalom a látogatókat. A háromnapos találkozó keretében számos programmal színesítik a méz ünnepét. Egyre többször próbálunk megjelenni különböző portálokon, média lehetőségeken, illetve olyan rendezvényeken a méhészekkel, illetve a magyar mézekkel, ahol tudjuk kóstoltatni, ismertetni a mézeknek a jótékony hatásait, és ezért próbálunk minden helyen helytállni, hogy a magyar emberek megismerhessék ezt a kiváló magyar mézet. Mennyire hatékony ez a munka, hiszen tudjuk, hogy most az asszály, illetve az időjárás változás mellett a méhészeket is sújtotta. A méhészeket nagyon sújtotta, rendkívül nehéz a tűző napon ebbe a melegbe dolgozni, ezekbe a méhészruhákba, azon felül a méheket még jobban sújtja ez a szárazság és asszály. Rendszeresen itatni kell őket, nem találnak elég nektárt, virágport, és egyre nehezebb a helyzetünk, ahogy megyünk bele az őszbe. Eredménnyel jártak el, hiszen a méz népszerűsítése elengedhetetlen ahhoz, hogy a vásárlók megvegyék ezt a boltban.
Igen, szerintem sok sikert értünk el az utóbbi években a lovagrendekkel. Emelkedik Magyarország mészfogyasztása. Öt év alatt a duplájára emelkedett Magyarországon a mészfogyasztás, és keresik az emberek az ilyen kiváló fajta mézeket, amit a termelők termelnek. Egy ilyen ünnep általában mennyit segít ebben? Nagyon sokat segít én szerintem, mert hogyha az emberek eljönnek egy ilyen ünnepre, olyan mézeket kóstolhatnak, láthatnak, illetve olyan méhészeti termékeket, amit a boltok polcain nem. Kis Norbert, a Fejér megyei Méhészek Egyesületének elnöke örömének adott hangot, hogy a méhészek a nehéz év után újra otthont adhatnak a találkozónak. Három napra kaptuk meg a várostól az országzászló teret. Mézkóstolóval várjuk a vendégeket. Interaktív játékok vannak az OMME sátorban, az Országos Egyesület sátrában, és vasárnap pedig mézlovagrendek felvonulásával, a méz idei év mézkirálynőjével és mézlovagavatással várjuk a vendégeket. Nagy Gyula méhészmester, az Egyesület volt elnöke, számára is fontos, hogy a vészterhes időkben is tegyenek meg mindent a mézfogyasztás népszerűsítéséért. A mezőgazdaságot ez az asszály nagyon sújtotta, meg sújtja is. A méhészet nem annyira éreztük, tehát hál' Istennek jól sikerültek. Az utolsó pillanatban megjött a repszére is a csapadék, és az utolsó időszakban egész jól mézelt, utána jött az akác, viszonylag az is jó volt, és most a napraforgó egy kicsit gyorsan lement, de összességében egy közepesnél jóval jobb volt. A minőség és a mennyiségre értendő a közepesnél jobb? Mindegyikre értendő, tehát inkább a minőség az jobb, tehát jobb. Tehát nem annyira híg a méz, hanem gondolom a csapadék miatt a nektár is sokkal sűrűbb volt, a méheknek könnyebb volt mézet készíteni belőle. Beszéljünk egy kicsit az árakról, illetve a méz népszerűsítéséről. Hát itt az áraknál nagy gondban vagyunk, mert összességében minden emelkedik, tehát a méhészettel kapcsolatban minden emelkedik, tehát a szállítástól, az anyagbeszerzésig, a csomagolóeszközökig mindennek hatalmasan nőtt az ára. A méznek az ára viszont nem akar növekedni. Itt legfőképpen akik nagyban akarják leadni, tehát sokkal alacsonyabb áron akarják vásárolni, mint tavaly. Várható, hogy a Fejér megyei méztársadalom is megritkul, mert az országban azért ez előfordul. Igen, rotálódik, tehát elvileg vannak jól fizető munkáik, akik vissza tudtak menni az eredeti szakmájukba, azok feladták a méhészetet, és inkább a szakmájukban dolgoznak. Itt azok maradtak igaziból meg, akik ebből élnek, tehát főállású méhészek. Az elmúlt időszakban a hamisított méz meglehetősen sok problémát okozott. Ezzel hogy birkoztok meg? Kicsikét csappant a Kínából, meg máshonnan, más részekre bejött méz. A magyar vásárlók egyre többet a közvetlen termelőktől vásárolnak. Múltkor láttam egy ilyen statisztikát, szinte a 70-80%-át a méhészektől vásárolják közvetlenül a fogyasztók. A harmadik napon is benépesült az országzászló tér, megérkeztek a mézünnepre Székesfehérvárra az ország mézlovagrendjei, hogy Lódi József nagymester és a mézkirálynő vezetésével felvonulással tisztelegjenek a királyi város előtt. Ezt követően ünnepélyes keretek között folytatódott a program, amelynek keretében Cserpalkovics András polgármester is köszöntötte a magyar méhészet képviselőit. Mézünnep, ez az elnevezése ennek a programnak, ennek a rendezvénynek, és előbb Székesfehérvár belvárosában a méhészek vonultak föl gyönyörű ruháikban, zászlóikkal, és azt hiszem, hogy jó reklámját adták magának a méznek, ami mégiscsak a gasztronómia egészséges, tudatos étkezésére hívja fel a figyelmet. Ráadásul a méz az mégiscsak kötődik ehhez a nemzethez, ez az országhoz, egyébként Fehérvárhoz és környékéhez is, hiszen itt is élnek, alkotnak, dolgoznak méhészek, és egy szép dolog, hogy van most már egy ilyen ünnepnapjuk, ami mondom nagyon-nagyon látványos, jó reklámot is ad, és nagyon szépen illeszkedik bele a Fehérvári Királyi Napok rendezvény sorozatába. Találkozót megtisztelte jelenlétével Bros Péter, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület elnöke, aki beszédében megerősítette, a méhésztársadalom sokat tehet azért, hogy a magyar mezőgazdaság továbbra is teljesítse küldetését. Minden olyan alkalom, amikor a lakossággal el tudjuk
fogadtatni és tudjuk tájékoztatni őket, hogy mint a magyar méz, mint a méhészeti ágazat milyen létfontosságú ebbe a sajnos elmúlt egy évben felbojdult világunkban. Nagyon fontos esemény. Tudni kell, hogy mind Magyarországon, mind a határainkon túlélő magyar közösségekben több mint 20 mézlovagrend működik. Ezek a mézlovagrendek találkoznak most itt. Azon kívül, hogy szakmai eszmecserét is, tapasztalatcserét is folytatnak, óriási látványossága felvonulásuk, és ez a látványosság, a színes kavalkád bevonza az embereket ide a helyi kis mézvására. Ez annál is inkább fontos, mert megerősítést jelent Székesfehérvárnak, és azt gondolom, hogy a méhész társadalomnak is, hogy a mézlovagrendek is besegítenek abba a nem mindennapi munkába, ami most nagyon-nagyon fontos, hiszen óvatatlanul is beszélnünk kell, hogy az asszály mennyire sújtotta a méhész társadalmat is. Ez pontosan így van, ne felejtse el senki, hogy most még a méhészeti szezonban vagyunk benne, hiába nincs már pergetés, a méhészeti szezon szeptember végéig tart, eddig mi magyar méhészek beteleltetjük itt Kárpát-Belencében a méheket, rendkívül fontos munka, hiszen most végezzük el azt a munkát, mely megalapozza a jövő évet. Sajnos az időjárás közbeszól, ez a mértéktelen aszály miatt kiégtek a legelők, kiégtek a patakpartok, a tópartok, egy szó mint száz, természetes virágporhoz és nektárhoz nem jutnak azok a méhek, amelyek fejlődéséhez rendkívül szükség lenne, hiszen most alakul ki a méhcsaládban az a méhtömeg, mely át fog telelni, és a jövő évi tavaszi generációt fogja felnevelni. Tehát ez az aszály igazából a kedvezőtlen hatását a méhészeti ágazatban 2023. áprilisában fogja megmutatni sajnos. Nyilvánvaló, ugyanakkor nagyon-nagyon fontos, hogy a méhészek egyesülete sokat tesz azért is, hogy a magyar virágméz elfogadott legyen szerte az országban, de mit lehet tenni az árak elszabadulása ellen? Sajnos az infláció ellen az, hogy a méhészek költsége hasonlóan, bárkinek a költsége ez a mezőgazdaságban drasztikusan megnőttek, nem tudunk mit tenni. Nagyon fontos viszont, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy létfontosságú ágazatról van szó, hiszen egy létfontosságú szolgáltatást nyújtunk a beporzáson keresztül. Sajnos még nem értük el azt, hogy a méz létfontosságú élelmiszer legyen. Azért hangsúlyozom ki ezt a létfontosságú szót, hiszen a mai felbojdult világunkban egy fontossági sorrend alakult ki, és ebben a sorrendben azok az ágazatok, szolgáltatások lesznek előnyben, vannak előnyben, mely az emberek minden hétköznapjaiban, mindennapjaiban létfontosságúnak számítanak. A szaktárca az elmúlt időszakban a Méhészetek Egyesületével is nagyon sokat tett azért, hogy a hamisított mézek, amelyek egyre inkább elterjedtek, megszűnjenek a boltok polcain. Jó úton járunk? Abszolút jó úton járunk, hiszen elvétve találunk most már olyan mézet, mely minősége nem felel meg az előírásoknak. Bármilyen importméz megjelenik a hazai polcokon, azonnal ellenőrzi a hatóság a legszigorúbb módszerekkel, és eljár, hogyha törvényellenes dolgokat talál. Nagyon jó a kapcsolata a Méhész Egyesületnek és a hatóságnak, és ez kell is, hiszen a méz egy bizalmi termék, minden fogyasztónak tudatában kell lenni, ha mézet vásárol Magyarországon, annak az eredete és a minősége minden alkalommal ellenőrzött. Az ünnepségen beszédet mondott a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Fejér megyei elnöke Varga Imre István is, majd új mézlovagot fogadott soraiba a Szent István mézlovagrend. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.